Sorakoznak a mézes üvegek az asztalon a Pécsi Kossuth téren. Itt tartotta újra mézkóstoltató eseményét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai szervezete. Szeretném megmutatni, hogy az idén milyen mézek készültek, milyen újdonságokkal készültek a termelőink, és hál' Istennek idén is lesz újdonság, meg idén is nagyon jó sikerültek, én szerintem, mint minden évben. Kimondottan jók a baranyai mézek, nagy tapasztalattal bírnak a méhészek, egyre jobb, és itt azért valljuk be őszintén, hogy a külföldi méznek a behozatala miatt is nagyon nagy szükség van arra, hogy promotáljuk a helyi termékeket, a helyi mézeket. A baranyában igen sok termelő is van. Őket egyre könnyebb megtalálni és érdemes őket keresni, mondja a kamarai elnök. Egy füzetnek köszönhetően, egy applikációval is könnyen rákereshetünk, tudjuk, hogy a termelőktől hol helyben mennyit tudunk vásárolni, és tudjuk, hogy milyen minőségű mézet tudunk kapni. Annak ellenére, hogy egy nagy bevásárlóközpontban név nélkül mondva, ki tudja, hogy honnan származik, EU-n belül az van csak ráírva, itt a termelő az arcát adja, itt a piacon ő áll mögötte, ő készítette, én úgy gondolom, hogy ennél jobb dolog nincsen. A baranyai méhészek, illetve a helyi mézlovagrendek tagjai is eljöttek a kóstoltatásra. Máj Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója azt mondja, csökkent a méztermelők száma hazánkban. 8%-ot csökkent a méztermelőknek az aránya csak ebben az évben, és várható sajnos a további csökkenés, így nálunk a megyében is. A méhcsaládok számában ezt még most nem tudom megmondani, hiszen jelenleg még tartanak az úgynevezett őszi kötelező monitoring vizsgálatok, amikor is a mélyegészségügyi felelősök összeírják a megye, illetve az ország mélyállományát, de biztos, hogy ezáltal, mivel ugye a méhészek száma csökken, a mélyállományoknak a száma is csökkenni fog. Bizonytalan eredetű, nagy mennyiségű, olcsó méz árasztja el az EU-t. Ez csökkenti a magyar méz piacát, ezért van visszaesés a termelőknél, mondja a méhész. Ez ellen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az Agrárminisztérium segítségével egy úgynevezett anti-dömping eljárást indított az Európai Unióban, és ehhez csatlakoztak más nagy méztermelő uniós tagországok is, ugyanúgy, ahogy egyébként azok a tagállamok is, akik úgymond elfogyasztják a saját mézünket. Mi exportorientáltak vagyunk, nekünk a mézeinknek közel 60%-a az külföldön, azaz vagy uniós piacon, vagy pedig unió kívüli piacon értékesül. Tél közelettével ajánlott megerősítene szervezetünket. Erre kiváló a méz, ezért érdemes keresni a helyi termelőket. Ilyenkor kicsit kiemeltebben a hársmézet, akácmézet, gesztenyemézet szoktuk javasolni. A beltartalmi érték, a hárs kiemelkedik ilyenkor a vírus és baktériumölő hatása miatt, illetve még az egyéb más méhészeti termékek között a virágpor, illetve a propolisznak a fogyasztása is, ami a propolisz kifejezetten immunerősít hatással bír. Ezeket a mézeket, illetve a virágport kóstolhatták meg az érdeklődők Pécsen, a Kossuth téren pénteken. Az eseményen mindenkit arra bátorítottak, hogy keressék a termelői piacokon a helyi méhészek termékeit.